Tárgyalkotással, viselet bemutatóval, népzenével és táncműsorral várták az érdeklődőket a második Palóc viseletek napján, szeptember 23-án. A Recski Tájháznál tartott rendezvény célja az volt, hogy bemutassák és népszerűsítsék a régi hagyományokat. Így van, az eseményen megnyitották a fedémesi, berzevici Fehér Jánosné viselet készítő kiállítását is, mely október végéig tekinthető meg a helyszínen. Most erről készült összeállításunk következik. Már második alkalommal rendezzük meg a Palóc viseletek napját, Recsközség önkormányzatával, a Csillagvirág Népművészeti Egyesülettel, itt a Hagyományos Értékek Megőrzésért Alapítvány székhelyén, a Recski Tájházban. Nagy öröm számunkra, hiszen azt gondoljuk, hogy ha valahol meg lehet élni újra a hagyományainkat, akkor ennek nagyon fontos szintere egyrészt a környezet, és hát nagyon fontos eseményei, amikor a néptánc, a népzene, a tárgyalkotó népművészet együtt mutatkozhat be. Nagyon fontos, hogy a hagyományőrző együttesek, Eger Bakta, a Hevesi hagyományőrző csoport, néptánc csoportok, a Bodonyi Kenderszer együttes, az Egri Lajta tánc együttes, Felső-Tárkányi néptánc együttes, az Ózdi Szabadszombatosok, sőt a Matyó együttes is itt legyen, és a viseleteik mellett, ami számunkra rendkívül fontos, hogy az adott értékeket őrző táji viseletek megjelenjenek, a néptáncot is megismerhessék a kedves látogatók. 1951-ben Tompa Béláné tanítónő vezetésével jött létre a Hevesi Népművészeti és Házipari Szövetkezet. Az volt a cél, hogy egyrészt azokat az értékeket, amelyeket már tudnak, olyan környezetben is, ahol nem volt hagyomány, és Heves azért ilyen volt, ahol mindent meg kellett tanulni. Az értékek feltárását, dokumentálását, továbbfejlesztését, és ez csak úgy lehetett, hogyha megtalálják a megyébe azokat a településeket, ahol élő népművészet, élő hagyományok voltak. Azok, akik valamikor alapítóink voltak, a dokumentációk összeállításában segítőink voltak, bizony ma már nagyon kevesen élnek közöttünk. Az a cél, hogy az általuk megismerteket továbbadják, átadják, éppen ezért a Csillagvirág Népművészeti Egyesülettel szakköröket, táborokat, workshop foglalkozásokat szervezünk, és ennek nagyon fontos szinterei a Recski Tájház, a mostanában már a Bodonyi Népművészeti Ház, hiszen ott is elindult a szakkör, és a Mátra-Derecskei Népművészeti Ház a Hevesi Központ mellett. Így élünk mi úgy háromasban. A termelést még ma is a Hevesi Népművészeti és Házipari Szövetkezet, igaz, hogy kisebb létszámmal, de azzal a céllal, hogy minden értéket, amit alapítóinkkal és sok-sok száz emberrel összegyűjtöttünk és közösségi értéknek tekintünk, ezt tovább tudjuk vinni, tovább tudjuk adni. Nagyon-nagyon fontos azt, amit örökül kaptunk az őseinktől, azt továbbadjuk az unokáink felé. Meg kell mutatni az ide látogatóknak Palócföld szépségeit, mindazt, amit tovább tudunk adni, amivel kicsit büszkélkedni tudunk, hogy akik erre jönnek, igenis egy olyan területre érkeznek, amely gazdag népművészetben, gazdag népviseletben.
A hátam mögött a faragó szakkör mutatja a fotiókat a faragásba. A folyosón lehet látni a kiállításukat. Veres László vezetésével egy negyedik éve nagyon eredményesen működik. Recskán itt a alkotóházba dolgoznak. Mellettem a hevesi szálasanyag készítők vannak, szintén a Csillagvirág tagjai. Ők most a gyékényszövést mutatják be, és ezt is mindenki kipróbálhatja. Itt pedig a gyerekeknek kedvezünk olyan kézműveskedésre, hogy egy pici kis fakanálbabát csinálunk, hát azt mondjuk, hogy palócbaba, hát próbáljuk, hogy kis puffosújú, kis csipkével, szalaggal, és itt is kicsi, nagy babákat készíthetnek. A recskímző asszonyok ott elől mutatják a hímzéseiket, és a hímzést ugyan azon nem lehet kipróbálni, mert az már egy kicsit komolyabb, de szívesen megmutatják az öltéseket, környékünkön meglévő hagyományos darabokat felgyűjtjük, ezeket bemutassuk, és átdolgozzuk a mai, tehát például szövésbe, vagy hímzésbe, vagy viseletbe, vagy a szálasanyagba is, hogy ezeket a mai használatra, vagy ennek a tovább vitelét biztosítsuk, és minél több emberhez eljuttassuk ilyen programok keretén belül. Vannak nyitott műhelyeink, ahol van, bemutatunk például, itt is gyönyörű a recski tájház, a galéria, alkotóházakba. Magával a palócviseletek kutatásával, gyűjtésével 1983 óta foglalkozom, és 1984-ben hoztam létre a palócviselet márkajegyet, és én most már ugye közel 40 éve csak a heves megyei palócviseleteket készítem. Egyrészt készítettem nagyon-nagyon sok hagyományőrző csoportnak a rájuk jellemző viseletet, és nekem még az is fontos volt, hogy ne csak a színpadon lássák ezeket a viseleteket, hanem a régi viseletekből kiragadva a régi formákat és a hímzés motivumokat úgy felhasználni egy-egy viselet elkészítésénél, hogy arra rá lehessen ismerni, ott legyenek a bizonyos palóc jegyek. Ez csak egy kis ízelítő a bemutatkozásra, és ezért gondoltam, hogy minden félét hozok ide, hát itt 6 darabbal talán mindenki talál majd magának kedvére valót, ezáltal a fiatalokat is megszólítva. Az itt lévő viseleteknek az alapanyagát Isten nyugosztalja Sárdi János bácsi nagynyár Rádi kékfestőmester készítette, és a többit pedig Kovács Miklós bácsi, szintén a népművészet mestere, a nemzetművésze készítette, és ez számomra nagy könnyebbség, mert a kékfestő alapanyagokhoz még mindig hozzá lehet jutni.